Das Denkmal wurde von Josef Pahl aus Tevel und dem Pfarrer Josef Erb aus Nemetke gesegnet und erinnert uns an den Versöhnungsprozess zwischen den im 18. Jahrhundert hergesiedelten Deutschen, den nach dem Zweiten Weltkrieg umgesiedelten Seglern und an den Ungarn aus dem Hochland im 18. Jahrhundert. Talán egyedülálló az az emlékmű, ami itt található most már Tevelen. Most avattuk ezt fel. A három népcsoportnak, az itt élő németeknek, székelyeknek és felvidékieknek állít emléket. Azoknak az embereknek, akik ide kerültek, meg akik most is itt élnek. Ezen három népcsoportnak is a története mutatja meg azt, hogy mi magyarok csak a békét tudjuk megnyerni, a háborút sohasem. És ezért kell vigyáznunk arra, hogy a világunkat meg tudjuk őrizni. Számunkra más járható út nincsen, mint a béke. Wie ich schon in meiner Festrede erwähnt habe, ist das ein ganz besonderes Gedenkmal. Nämlich ist das ein Gedenkmal, wo die drei hier lebenden Völker aus Oberungarn, aus die Säckler aus Transdanubien und natürlich die hier von dem 18. Jahrhundert lebenden Ungardeutschen gemeinsam ein Gedenkmal aufgestellt haben, das eigentlich das friedliche Zusammenleben der drei Minderheiten oder sagen wir besser nationalen Nationalitäten dann darstellt. Herr Fischer hat dieses ganze Projekt eigentlich, wenn man das schon so sagen darf, initiiert. Und erst waren nicht genügend Fördermittel da und da hat auch der ungarische Staat diesbezüglich eine heftige oder kräftigere Hilfe dann geleistet. Und dementsprechend konnte man dann dieses Gedenkmal praktisch aufbauen. Und ich denke auch, dieses kleine Park oder Umgebung, was hier ist, ist auch ebenfalls sehr, sehr nett und passt richtig zu diesem Gedenkmal. Ich denke, das ist eine sehr gute Sache. Es ist jetzt die Zeit gekommen, dass man so ein Gedenkmal verfertigen kann. Ich habe in meiner Festrede darüber gesprochen, dass eigentlich die Wunden bezüglich dieses Zusammenleben der drei Völker sehr tief waren. Und die Wunden sind geheilt, die Narben sieht man noch hin und da. Aber ich denke schon, dass das Vergeben und das gemeinsame Leben durch diese langen Jahre jetzt es ermöglicht hat, dass man so ein Gedenkmal für das friedliche Zusammenleben aufstellen kann und konnte. Keverről annyit kell tudni, hogy a második világháború kezdetéig szinte 100%-ban németek által lakott település volt. Magyarországra az elsők között érkeztek Baden-Württemberg tartományból a német telepesek, ez az 1700-as évek elejére tekinthető. Tehát a második világháborúig csak német anyanyelvű és ajkú emberek éltek, valamennyien tudjuk a második világháború történéseit, egyenes következménye volt annak, hogy több száz teveli német ajkú lakos került kitelepítésre, itt maradtak a házak üresen, magától értetődő volt, hogy ezek a házak nem maradhatnak üresen lakatlanul, és először Erdélyből székely lakosság betelepítése kezdődött meg, majd később, pár évvel később a felvidékiek jöttek ide. Természetesen nem lenne reális megfogalmazás, ha azt mondanánk, hogy felhőtlenek voltak ezek a kapcsolatok, de az idők folyamán szépen rendeződtek, barátságok, és ami ennél talán még fontosabb, házasságok jöttek létre, vegyes házasságok, gyerekek születtek, tehát a családok nagy-nagy szeretetben és egyetértésben éltek már napjainkban. És ekkor említést kell tennem egy lakosról, Fischer József úrról, aki szintén egy ilyen házasságnak lett a gyümölcse, ha szabad ezt mondani, bár az ő szülei német ajkúak voltak, akik második világháborút követően itt maradtak, de az ő felesége már székely származású volt, és
Itt a jelenlegi emlékmű egyik oldalán volt az édesapjának a szülőháza, másik oldalán az édesanyjának a szülőháza, és régóta megfogalmazódott benne, hogy kellene méltó emléket állítani ennek a történetnek. Természetesen én elmondom, hogy szerettük volna, ha ő nyilatkozik, de azt mondta, annak ellenére, hogy túl van a 6. X-en, azért még olyan érzelmi élményei vannak, hogy ő nem szeretne, illetve nem tudna könnyek nélkül beszélni. Megfogalmazódott benne, hogy mi lenne, ha egy megbékélés emlékművet hoznának létre, és nagyon pozitív fogadtatásra talált. Amikor itt a zárkot készítették, akkor itt volt egy kereszt egész a zárok szélén, és fák voltak mellette, és ezt valamikor a Fischer Jóska ősei állították, és ő keresett meg engem, hogy ezt a keresztet arrébb kéne helyezni, mert hallotta, hogy én ilyenekkel foglalkozom, és akkor jöttünk, megcsináltuk, felújítottuk, arrébb tettük, és akkor azt mondta, hogy milyen jó lenne, hogyha itt csinálnánk egy ilyen parkot, meg így neki ez egy ilyen ötlete volt, hogy ez a három népcsoportnak az együttéléséről kéne valamit kitalálnunk, és akkor hát annyit tanakodtunk rajta ott a műhelyben, ott a kollégákkal, hogy mit lehetne. Fogalmunk nem volt, mert azért elég nehéz téma ez, hogy mit lehetne, és akkor ugye már mi épületszobrászok vagyunk, és akkor az építészet oldaláról közelítettük meg, hogy hát miért ne lehetne egy székelykapu, egy sváboszloppa, és akkor kértünk a felvidékiekre jellemző mintákat, és akkor így összehoztuk meg így a háromszög szimbolizálja a három népcsoportot, és így a tulajdonképpen a székelykapu tartó sváboszlop, mivel a svábok voltak itt előbb, és akkor ugye Rebeka kolléganőm találta ezt ki, ő tervezte, és mi kivételeztük. Mehr als die Hälfte des Versöhnungsdenkmals neben dem Kruzifix in der Petőfi-Straße wurde von der ungarischen Regierung bereitgestellt und die restlichen 4 Millionen Forints wurden von 90 Einzelpersonen, Zivilorganisationen und lokalen Gemeinden finanziert.